Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk Hubay Imre, a Jászlajkun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke. Üdvözlöm elnök urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kedves csókolom, és én is köszöntöm a kedves tévénézőket. Elnök úr, hogyan haladnak a térség fejlesztései és beruházása is, természetesen górcső alá véve a TOP plusz forrásokat is? Én azt gondolom, hogy hála Magyarország kormányának, aki saját erőből, 100% nemzeti forrásból előfinanszírozta ezt a nagyon fontos operatív programot, és az önkormányzatok felelősségvállalásának is hála az eredményes pályázatoknak köszönhetően immár több mint a 80%-a lekötésre került a vármegyei keretnek, és ebben a karcagi térség, a Nagykunság egészen jól áll. Hála Istennek a Tisza-tó térségével együtt immár a források 26%, megyei források 26%-a itt kerül felhasználásra, és ahogy említettem, a lekötés és a források biztosításával a projektek el is indulhattak. Gőzelővel folyik a legtöbb projekt esetében a tervezés, az engedélyeztetés és a projektmenedzsment rendszerint a tervek rendelkezésre állásának esetén indítja azokat a fontos közbeszerzési eljárásokat, amik a kivitelezéshez kellenek, és az eredményes közbeszerzési eljárásokat követően indulhat meg a kivitelezés. De van már olyan projekt, például Tiszaropon is volt ilyen projekt, aminek a projektindítóján elmondhattuk, hogy a település élhetőbbé válását segítő források segítségével Magyarország kormányának köszönhetően a vármegyei keret felhasználása gőzerővel zajlik. Ugyanez van Karcagon, és ez egy nagyon érdekes időszaka most a TOP plusznak, hiszen még most zárjuk a TOP pályázatokat, a korábbi időszakot, és ezek a pályázatok idén december 31-ével befejezésre kerülnek, elszámolásra kerülnek. Többek között a Vármegyei Önkormányzat és a Területfejlesztési Ügynökség közös konzorciumában Karcagon is ennek a programnak köszönhetően valósul meg iparterületfejlesztés a Vágóhíd úton. Hála Istennek ez a beruházás is az ütemezésnek megfelelően halad. Január végén indult a kivitelezés, és vélhetőleg most a Mikulás meg is fogja hozni a kulcsátadást, és jövő tavasszal már birtokba is veheti az első beköltöző a Vágóhíd úti parterületet. Ennek folyamánya, hogy a településeknek a adóereje, adóerő növekedése is jó erőben halad, hiszen nézzük azt az opciós lehetőséget, hogy az önkormányzatok milyen módon tudják a gazdaság élénkítésében kivenni a részüket, elsősorban iparterület fejlesztésével, elsősorban az úthálózatnak a javításával, valamint áttételesen a lakosság életminőségének a jobb áttételével, akár a települések vonzerejének a növelésével, és ebben is Karcag és a térség kiemelkedően jól teljesít a vármegyében. Nagyon szépen hasznosulnak az élhető településekre rendelkezésre álló források. Most már a katolikus városrész belvízelvezetése, csapadékvízelvezetése is jó ütemben halad itt Karcagon. Ez is a település élhetőbbé tételét, az itt élő embereknek a nyugalmát, a biztonságát, a vagyonbiztonságot eredményezi, és ennek köszönhetően növekszik a település megtartóereje, és növekszik az ingatlanoknak a forgalmi értéke is. Azt se felejtsük el, hogy egy-egy ilyen önkormányzati beruházás nagyon komoly felhajtó erőt jelent az ingatlan forgalomban, és nagyon komoly mértékben növekszik például a térségben, de Karcagon is az ingatlanoknak a forgalmi értéke. Bízunk benne, hogy az inflációs nyomás és a háborús válságnak a következményei azok lassan tompulnak, és Magyarország is a gazdasági növekedésnek a pályára visszatérhet, mint ahol 2022 év elejéig tartott is. És hogyha ez a visszatérés a jövő évben eléri azt a 3-4%-ot, amit vár a kormányzat, az mindenféleképpen a Nagykunság gazdasági életére is egy nagyon pozitív hatása lesz. Ezt kell nekünk megtámogatni úgy, hogy az itt élőknek az életminősége is javulást mutasson. Ez a gyermeknevelési intézmény, tehát bölcsödék, óvodák, valamint a köznevelés, az általános iskolák, a tiszta profilú gimnáziumok fejlesztésén keresztül további forrásokhoz jut. Mi nagyon szeretnénk az aktív és ökoturisztikai attrakciót is fejleszteni, mint ahogy a gyógyhelyeknek a fejlesztését is. És például most itt vagyunk Karcagon,
ez csak Karcag esetében, vagy a térségben Tiszafüredés és Karcag között akár Berekfürdőt is említhetném, olyan aktív és ökoturisztikai fejlesztéseket, mint olyan gyógyturisztikai fejlesztéseket és az önkormányzatok büdzséjét könnyítő energetikai beruházásokat jelent, ami nagyjából 2,5-3 milliárd forintot hoz a térségbe erre a célra, és növeli az önkormányzati fenntartású létesítmények energiahatékonyságát, megtakarítást eredményez a költség oldalon, és növeli a vállalkozások és a turisztikai attrakciók vonzerejét is, a gyógyhelyek, a gyógyfürdőknek a minőségét, az ottani szolgáltatásoknak a mennyiségét és minőségét egyszerre, és ez például a karcagi gyógyfürdő esetében annál is inkább fontos, mert vele szemben létesül a milánói pavilon, a milánói pavilon körül az a gyönyörű szép közpart, amit Erzsébet ligetként már most a karcagi lakosság birtokba is vehetett, és azt látjuk, hogy messze, akár messze földről 15-20 kilométerről is érkeznek el a játszótérre családok, hogy kikapcsolódjanak. Ez is a térség kohézióját növeli, az egymás szolgáltatásai iránti érdeklődést is növeli, és akik ide jönnek akár Karcagra, akár a Tiszató térségébe, vagy a Nagykunsárba, azok azt tapasztalják, hogy folyamatosan szépülnek a települések, folyamatosan egyre élhetőbbé válnak, fejlődik az infrastruktúra, megújulnak az utak, kerékpárutak létesülnek, az ipar, a kereskedelem, a szolgáltatás újabb lendületet kap, és ezeknek az összessége kell, hogy megjelenjen akár az önkormányzatok gazdálkodásának a javulásában is, és azt látjuk, hogy nagyon jelentősen nő, tehát a gazdasági növekedést meghaladó mértékben, az éves átlagos gazdasági növekedést meghaladó mértékben nő, például a Nagykunsárban az önkormányzatok adóereje. Ez magával hozza majd azt is, hogy a képzés, a szakképzés, akár a felsőoktatás beindulásával, vagy új szakok indulásával a szolnoki főiskolai kampusz, vagy a Jászberényi Katolikus Egyetemnek az ottani műszaki képzésével, a kampusz beindulásával további szakképzett munkaerő áramolhat a térségünkbe, ami további gazdasági növekedési folyamatokat generálhat, és látjuk, hogy nagyon élelmes vállalkozók dolgoznak a térségben. Itt van Európa, de az is lehet, hogy a világ legnagyobb konzerv üzeme, amely csemege kukoricát és zöld borsót dolgoz föl, és itt épülnek olyan gyárak, olyan üzemek, amik akár az építőipar számára nagyon fontos beszállítói hátteret tudnak képezni a jövőben. Tehát Karcag is egyre inkább fölveszi azt a pozíciót, ami neki a Nagykunsár fővárosaként kijár. A hamarosan megérkező M4-es és a karcagi keleti elkerülő úthálózat pedig egy olyan minőségi váltást eredményez, ami mellé akár egy vasúti logisztikai bázis is megtelepülhet Karcagon, és ezzel együtt nem csak az országon belüli, és nem csak az Európán belüli, hanem a kontinensek közötti kereskedelmi kapcsolatok egyik csomópontjává is válhat a város, amihez nyilván nekünk előre föl kell zárkozni, előre föl kell venni a ritmust, és előre olyan beruházásokat kell az önkormányzatokkal közösen tervezni és megvalósítani, és ezekhez forrásokat biztosítani, ha kell, akkor akár többletforrások lehetőséggel is, ami tükrözi a Magyarország kormányának a gazdaságpolitikáját, és tükrözi azt is, hogy a térségnek milyen elemi érdeke fűződik ahhoz, hogy a gazdaság élénküljön, és az adottságainknak leginkább megfelelő beruházások érkezzenek a térségbe, amik a lakosság tetszését is el tudják nyerni, az itt élőknek az életminőségéhez hozzájárulnak, és a foglalkoztatással, a magasabb fizetéseket is lehetővé tévő munkahelyek ide településével növekedhet a családoknak a költségbíró, költségviselő képessége, és akár további otthonfelújítási, iskolafelújítási, vagy akár új egyetemi főiskolai képzésre beindulásához szükséges beruházásokra is szükség lehet a jövőben. Mi ezt tervezünk 2030-ig, és nagyjából 2030-ra, mivel az M4-esnek a nyomvonalat teljesen keresztül halad a vármegyén, addigra ezeknek a projekteknek készen is kell állniuk. Igen, itt kiemelten nagy figyelmet fordítanak a térségben a munkahelyteremtő beruházásokra, és ahogy elnök úr is mondta, ez csatlakozik az M4-es gyorsforgalmi útnak is a Karcag közelébe, hamarosan Karcag közelébe érkező része is. Bizony, ez egy történelmi pillanat, azt kell, hogy mondjam. Az elmúlt hetekben kiírásra került a közbeszerzési eljárás, ami
ami a karcagi M4 nyomvonalnak a kiviteli terveire vonatkozik, valamint a régóta, már több mint 3 évtizede várt karcagi keleti elkerülőnek a kiviteli terveit is megrendelte a kormány. Én azt látom, hogy a keleti elkerülőnek hamarabb el kell készülnie, mint az M4 karcagi szakaszának. Tehát mire az M4 karcagi szakasza elindulhat olyan 2026 év vége, 27 év eleje, mire a kiviteli tervek várhatóan rendelkezésünkre fognak állni, addigra készen kell állnia a karcagi keleti elkerülőnek, hiszen az a feltöltési útvonal, amely jelen pillanatban 34-es számú főúton keresztül felhordja a feltöltő anyagot az M4 kisújszállás keretig történő folytatásához, az az útvonal, az már át fog helyeződni karcag irányába, a karcagi szakasz kivitelezésekor, és addigra a keleti elkerülőnek termentesítenie kell a belváros forgalmát, az egész város forgalmát, levezetni az átmenő forgalmat a városról, és bekötni a térséget, a Tiszató térségét is az M4 közelségéhez fogható csomópontokba. Én úgy gondolom, hogy a karcagi közvélemény már tisztában van azzal, hogy ezek a projektek, ezek itt vannak, be vannak töltve, úgymond, hogy szoktuk mondani, be vannak töltve a csőbe, és hamarosan várható, hogy a keleti elkerülőnek is elkészülnek a kiviteli tervei, az jóval hamarabb lesz, mint mert egy egyszerűbb pályaszerkezetről van szó, sokkal kevesebb keresztezett vonalas közművel, vagy vonalas létesítménnyel, és összehangolva a város egyéb gazdaságérénkítés és település tervezési stratégiáival a keleti elkerülő hamarabb meg tud valósulni, és abban bízunk, hogy ez a Kumandarasi út és a 4-es számú főút, vagy mint az M4 közös csomóponttal egy olyan feltáró útja lesz a térségnek, ami egyrészt a karcagiak életminőségét a forgalom csökkentésével tudja növelni, valamint a levegő minőséget is, a forgalom biztonságát, a gyermekeink számára, a belváros megközelítését, meg családok számára is, a belváros megközelítését, az ott élők zajterhelésének a csökkenését is. Tehát nagyon sok pozitív hatással lesz, de egyben gazdaságérénkítő hatása is lesz, hiszen például, amit a Vármegye Önkormányzat kivitelez most iparterület a Vágóhíd úton, az a Debreceni út és a Dózsa-György út közötti útszakaszról beszélünk. Az a kereti elkerülő és a Dózsa-György úti újságos pavilon, ami karcagiak leginkább talán így ismerik, a kettő közötti út teljes felújításával, gyakorlatilag kiszélesítésével, teherbíró képességének a növelésével, egy új, forgalmasabb és a település feltárása szempontjából, vagy a kórház megközelítése szempontjából egy új vadonatúj útvonalként fog megjelenni, és ez is tehermentesíteni fogja a belváros forgalmát. Tehát nagyon sok olyan eleme van, ami miatt hasznosak ezek a beruházások. A Tiszató törvény megalkotásáról és magáról a Tiszató törvény tartalmáról is beszéljünk, hiszen már érintettük a turisztikát, amely a térségben nagyon fontos, számos gyógyfürdő, számos turisztikai attrakció készült el az elmúlt időszakban. Így van, a Tiszató egy mesterséges képződmény, amikor éppen, ha nem is napra pontosan, de 50 évvel ezelőtt elkezdték szakaszosan üzembe helyezni a Tiszatavat, akkor még úgy ismertük, hogy kiskörei tározó, víztározó, ami elsősorban az ár hullámok vagy a vízhiány különböző hatása érni védekezést, valamint az öntöző rendszerek, elsősorban a Nagykunság és a tiszafüredi, valamint a jássági öntöző rendszernek a fejlesztését és a mezőgazdaság intenzív ágazatainak a vízzel való, öntözővízzel való ellátását szolgálta. De nagyon gyorsan kiderült, amikor az első horgász beleesetett a kiskörei víztározóba, akkor jött rá, hogy hát ebbe úszni is lehet, nem csak halak vannak benne, hanem úszni is lehet. Egy sekély, átfolyó, rendszerű víztározó, gyakorlatilag mint keresztül folyik a Tisza, és éppen ezért egy olyan különleges életközösség, egy olyan különleges ártéri élővilág jött ott létre, ami leginkább talán a Tüskevárból lehet ismerős a mi generációinknak is. És aki kiáll a Tiszatóhoz, az mostanra olyan természeti értékek, olyan páratlan csodáknak a részese lehet, ami miatt egy nagyon komoly átgondolást igényel, hogy az 50 évvel ezelőtt létrehozott vízi létesítmény miképpen képes megfelelni az ökológiai elvárásoknak, miképpen képes szolgálni a térség turisztikáját, gazdaságának érénkítését úgy, az eredeti funkció, tehát az, hogy öntözésre, árvízvédelemre,
belvízvédelemre és asszályani védekezésre, vagy Szolnok ivóvízbázisának a biztosítására, vagy a kiskörei erőműnek a működtetésére megfelelő műszaki feltételek álljanak rendelkezésre egy üzemeltetői szemmel. És mivel a magyar állam az üzemeltetője, a fenntartója a tónak, ezért a másfajta érdekeknek az összehangolása is a magyar államnak a privilégiuma, és itt a vízfelület használatakor számos olyan igénynek kell megfelelni, és számos olyan hasznosítási formát kell összehangolni, ami már elengedhetetlenné tette, hogy egyrészt a tó fenntartási munkáig közepette a többi szintén nagyon hasznos ágazat, például a turisztika, abban a horgászturizmus, az aktív ökoturizmus, szabadidős turizmus, a kerékpáros turizmus, evezős vízi turizmus, a fürdőzés, rekreáció, kikapcsolódás, pihenés. Tehát ezek úgy férjenek meg egymással, hogy lehetőség szerint ne kelljen érdeksérelmet elszenvednie egyik ágazatnak se, de azok a folyamatokkal, amik csak a jog eszközeivel szabályozhatók, azoknak a folyamatoknak viszont megfelelő társadalmi kontroll és jogi kontroll alatt kell lenniük. Ez az építési szabályoknak a felülvizsgálatát, az önkormányzatoknak a településképi elvárásainak a teljesülését, akár a turisztikai ágazatok további fejlődésnek a lehetőségét, a kikötők számának, a csónakok számának, a kisgéphajóknak a számában való kontrollnak a lehetőségét is magában hordozzák. A szabad strandok, szabad vízű strandok, vagy akár az önkormányzati létesítmények is. Most látjuk a topos, top pluszos és az aktív és ökoturisztikai források lehívásakor, vagy a Tiszató térségi fejlesztési tanács pilot projektjeinél is, hogy nagyon fontos az, hogy szabályozottak legyenek a különböző területek. Szabályozottak legyenek, és az önkormányzatoknak, a magyar államnak és a vízfelület üzemeltetőjének, a kötivízinek mindig legyen érdemi lehetősége egy nagyon komoly társadalmi kontroll mellett, mindig legyen érdemi lehetősége arra, hogy az érvényben lévő természetvédelmi szabályok és a gazdasági érdekek összehangolásával mégiscsak egy továbbra is a következő 50 évre is élhető maradjon a Tiszató és térsége. Ebben én miután a Tiszató térségi fejlesztési tanács elnökeként ez kötelességem is, és mint a vármegyei közgyűlés elnökeként elnöktársaimmal, másik három vármegyei elnöktársammal egyeztetve, 2020 év elején életre hívtunk egy kezdeményezést a Tiszató törvény létrehozására. Sajnos ennek a pandémia keresztül húzta a munkáját ennek a bizottságnak, azóta pedig már van olyan minisztérium, ami azóta már nem is létezik, hanem más minisztériumok vették át a feladatait, tehát újra kell gondolni, hogy milyen körben kell egyeztetni a megszületőben lévő Tiszató törvényt, de mindenféleképpen a magyar állam képviseletében eljáró Magyarország kormánya az, aki a leginkább illetékesebben ezen a területen, mi pedig azt a fajta társadalmi vélemény nyilvánítást tudjuk mellé tenni, amitől az itt élők magukénak éreztetik a törvényt, és az valóban tükrözni fogja a helyi érdekeket. Rendkívül válságos éveken van túl a magyar mezőgazdaság. A koronavírus járvány, az asszály, az infláció és a háborúk megnehezítették az élelmiszergazdaságot. Hogyan látja, mi lehet ebből a kiút? Én örülnék neki, hogyha túl lenne a magyar mezőgazdaság ezen, és mivel a Jászlikon Szolnok vármegye kifejezetten agrár érdekeltségű vármegye, hiszen nagyjából 350-360 ezer hektáron folyik mezőgazdasági termelés az 550 ezer hektárnyi vármegyében, tehát egy nagy vármegyének számítunk a mezőgazdaság területén, óriási hagyományokkal kiszolgáltatva a környezeti és gazdasági folyamatoknak, akár megváltozóban lévő klimatikus adottságoknak, és most például az ukrán gabonaválságnak, de mondhatnám azt is, hogy nagyon szigorú Európai Uniós kontroll alatt zajlik a mezőgazdaság mindenhol az Európai Unió országaiban, de különösen nálunk, ahol óriási természeti értékek élveznek védelmet a Natura 2000-nek, a természetvédelmi területeknek és a nemzeti parkoknak köszönhetően, és a szintén 50 éves, idén 50 éves Ortobágy Nemzeti Park munkatársaival rendkívül sokat tudunk tenni azért, hogy ezek az értékek megőrzésre kerüljenek, de ez az agrárterületeken zajlik. Tehát itt a mezőgazdasági vállalkozásoknak nem csak azokkal a kihívásokkal kell szembenézni, hogy mit vár el tőlük az Európai Unió, vagy milyen energia árak, elszabadult gázolajár, elszabadult földgázárak, elszabadult villamosenergiárak, beragadt rossz közüzemi szerződések, vagy akár
az ukrán gabona által okozott piaci nyomás, ami megfelezte vagy megharmadolta a Magyarország gabona árakat, arról nem is beszélve, hogy azok a tárolók, ahol ilyen gabonákat tárolnak, azok nem fogadnak most hazai előállítású gabonákat, és így gyakorlatilag folytja be az idejévi termés, holott ennek nem szabadna így lenni. Hát nézzük, mert tavaly történelmi asszály volt, a termésünk kiesése az gyakorlatilag elérte a 75%-ot ebben a vármegyében, és az a 25%-nyi termés pedig semmiképpen nem szabadott volna, hogy kiszorítsa az ezévi termést a raktárakból, azok mégsem tudták fogadni. Ennek nyilván van egy oka, de ezt nem a vármegyei közgyűlés elnökének a tisztje megítélni. Az én tisztem annak a megítélése, miképpen tudunk kiutakat keresni, kiutakat mutatni azoknak a gazdálkodóknak, akik esetleg vagy a szervezetlenség, vagy az összefogás hiánya, vagy akár az ismeretek hiánya, piaci ismeretek, szakmai ismeretek hiánya, ez az alulgépesítettség, a rossz korfa, tehát az előregedőben lévő gazdatársadalom révén, és az infrastruktúrális háttér szintén előregedése révén, vagy a szinte megfizethetetlenné vált legkorszerűbb technológia révén nem képesek önállóan megtalálni a kiutat, és ebben a Jászlik-Kunszolnok vármegyei csapat újra összefog, és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, a Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a Jászlik-Kunszolnok vármegyei közgyűléssel közösen keressük a kiutakat. Az első konferenciánk Szolnokon rendkívüli érdeklődés és rendkívüli siker mellett zajlott, és már most azokból a tapasztalatokból merítkezve még tovább megyünk, mert nem elég csak a mezőgazdaságnak megfelelni a különböző környezeti kihívásnak vagy piaci anomáliáknak, hanem itt a munkaerő biztosítása, a szakképzettségnek a biztosítása, a szakképzés, a felsőoktatás háttérének a biztosítása, az infrastruktúrás háttér megújítása, az új pályázatokra való felkészülés, a közös agrárpolitika elvárásainak való megfelelés, a beruházások előkészítése, kivitelezés, finanszírozás, energiahordozók ára, együttműködések, feldolgozás, közvetlen értékesítés, szántóföldtől az asztali programoknak akár a nemzeti tulajdonban lévő kiskereskedelmi hálózat kiépítése, mind olyan feladat, ami igényli a szoros együttműködést a gazdatársadalommal, a politikai döntéshozókkal, a gazdaérdekképviseleti szervekkel, köztestületekkel, és nem csak egyel, tehát nem csak az Agrárgazdasági Kamarával, hanem a Kereskedelmi és Iparkamarával, tehát a másik gazdasági kamarával is, hiszen a feldolgozók egy jó része ott van, az együttműködésben érdekelt szervezetek, integrátorok egy jó része ott van, és mivel közös a halmaz, közös a probléma. A probléma megoldásához keresett kiutak pedig szintén közösek kell, hogy legyenek, és ha összekapaszkodunk, ha együttműködünk, ha megszervezzük az életünket, a gazdák és a velük együtt szövetségben működő ipari kereskedelmi szférának az együttműködését mi meg tudjuk teremteni, ehhez a kohézióhoz mozgatórugóként föl tudunk lépni, akkor az a Kiutak című konferencia sorozat, amit az Agrárkamara vármegyei szervezete indított, és a Szolnok első szolnoki állomása után november 24-én már a Jászberényi következik. F. Kovács Sándor képviselő úrral egyeztetjük a karcagi rendezvénynek az időpontját, Herceg Zsolt képviselő úrral pedig a mezőtúri rendezvénynek az időpontját, és minden térségbe külön-külön el szeretném menni, és rendszeresen fönn akarjuk tartani, hogy ezek a folyamatok, ezek ismertek legyenek a gazdálkodók előtt, és tudjanak választani. Ha úgy érzik, hogy egyedül nem találják a kiutat, akkor tudjanak csatlakozni. És ennek is szerves része, hogy például november 16-ára én, mint a Vármegyei Közgyűlés elnöke, létrehoztam egy olyan konferenciát, illetve hívtam egy olyan konferenciát, ami kifejezetten növényi szaporítóanyagokkal foglalkozik, hiszen a versenyképesség ott kezdődik, hogy milyen minőségű szaporítóanyagok állnak a gazdák rendelkezésére a versenyképes termeléshez. Az pedig egy másik nagyon fontos szempont, hogy van-e még nemzeti hatáskörben működő vetőmag előállítás, vannak-e még nemesítő műhelyek, például a karcagi kutatóintézetnek a fajtái mennyire tudnak elterjedni a köztermesztésben, és mennyire vagyunk önellátóak egyáltalán vetőmagból, hiszen ez is egyfajta nemzet stratégiai, de mondhatnám, hogy biztonságpolitikai kérdés is, hiszen hogyha nem lennének saját vetőmagjaink, ha nem lennének saját a környezeti anomáliákhoz és a talajadottságokhoz jobban alkalmazkodó fajták, amik versenyképesen tudják tartani a mezőgazdaságot, akkor ez az ágazat nálunk, ez vesztére lenne hagyva. És mi ezt nem szeretnénk. Értelemszerűen abban vagyunk érdekeltek, hogy versenyképesek legyenek a gazdálkodóink, egészséges, friss,
helyben előállított GMO-mentes élelmiszerekkel tudjuk ellátni a lakosságot, és ez olyan gazdasági erőt tartson vidéken, ami megtartó erő is egyben, hiszen ha a gazdáink elkezdenek elszegényedni, akkor elhagyják a gazdaságot, akkor elhagyják a termőföldművelését, kiürül a vidék, és nem lesz, ami megtartsa a fiataljainkat, nem lesz, ami fejlesztse a gazdaságot, akkor nem is lenne értelme a köznevelésért, az infrastruktúra fejlesztésért vagy autópályáikért harcolni. Mi az ellenkezőjében, ahogy említettem, az ellenkezőjében vagyunk érdekeltek, és minden politikai döntéshozóval, minden társadalmi szervezettel, köztestülettel, érdekvédelemmel tartjuk a kapcsolatot, és behozzuk a szakképzés, a felsőfoktatásnak a képzés, a kérdését. Terítékre tesszük, és keressük közösen a kiutakat. És adódik is a kérdés, elnök úr, összességében véve, hogyan látja a jövő Jászlikon Szolnok vármegyéjét? A nagyon közeli jövőre, ha tekintünk, mondjuk én mit várok egy év múlva. Én azt várom nagyjából egy évvel ezutánra, hogy minden család számára kinyílik az otthonteremtésnek a lehetősége. Akinek még ilyen problémái vannak, hogy még nincs önálló családi fészek, ott legalább elindulhatnak ezek a folyamatok, tehát ez a része, a lakhatás, az rendben lesz. A másik a munkahelyek kérdése. A munkahelyek látszik, hogy rendkívüli intenzitással keresik elsősorban a Nagykunság vagy a Tisza-tó térségében az együttműködési lehetőségeket, hiszen mindenhol arról híresek a nagykunsági emberek, hogy elképesztően jó a probléma megoldó képességük, megélnek a jéghátán is, megélnek az aszályba, a forróságba, megélnek a télvízbe, megélnek a belvízbe, az aszályba, és mivel ezeket a problémákat mi önállóan is képesek vagyunk kezelni, ezért felkeltettük az érdeklődését. Más térségekben, akár más vidékek, más országok, más kontinensek befektetőinek is, és itt a munkahelyek, a jobban fizető munkahelyek is be tudnak települni, amire én azt gondolom, hogy szükség is van a térségbe. A harmadik nagy kérdés az a köznevelés, az oktatás helyzete, hiszen most olyan források érkeznek, amik az eddig méltatlan sorban lévő köznevelési intézmények megújítását tovább tudják finanszírozni. A bölcsődei megújultak, óvodáink megújultak, általános iskoláink nagy része megújult, és most következnek az általános iskolákból azok, amik még hátra vannak, és a középiskolából a tiszta profilú, akár állami, akár egyházi vagy önkormányzati fenntartású létesítmények, gimnáziumok, és majd következik a szakképzésnek a megújítása is. És nyilvánvaló, mivel a mi vidékünkön az agráriumnak a kérdése elengedhetetlen, így az is fontos, hogy mi lesz a kenderesi szakképző intézménnyel, ami szintén a minőségi munkaerő előállításában az agrárium számára a vármegyében egyedülálló, nincs másik ilyen intézmény, és az összes többivel együttműködésben tudja csak kibocsátani azt a mennyiségi és minőségi munkaerőt, amire a gazdasági növekedéshez, a fenntartáshoz szükség van. Tehát én a munkahelyek mellett a szakképzés és a felsőfokú oktatás, tehát a Szolnokon a műszaki képzés és Jászberényben a műszaki képzés beindulásával szintén egy nagyon nagy hiányosságnak a megoldásában látom a lehetőséget, tehát nem csak a munkahelyek, hanem a szakképzés felsőoktatási lehetőségek kiteljesedése is ide ér, a megvalósításhoz ér. Ha megnézzük, hogy mi lesz az évtized végéig, én nagyon bízom benne, hogy a karcagi elkerül megépítésével és az M4-es teljes a Vármegyén áthaladó szakaszának a kivitelezésével Nagykerek és Budapest között most már szabad lesz az áruk és az emberek és a befektetések áramlása, és akár ez újabb befektetéseket hozhat a térségbe, miközben a meglévő munkahelyeknek a jobb minőségét és a jobb fizető képességét pedig elősegíti. És azt is várom tőle, hogy ez az infrastruktúra megújul, hogy akár új üzletágak, akár a vasúti logisztika felfejlődése is bekövetkezhet, amire minden adottságunk megvan. Én várom, hogy a Tisza-tó térségében az aktív és ökoturisztika, valamint az egész Nagykunságban, de az egész Vármegyében a gyógyturizmus infrastruktúrája szinte kicserélődik. Nagyon nagy szükség van rá, hiszen láttuk a vízminőségből, hogy egyes fürdőhelyek, a gyógyfürdők az idei évben küszködtek a vízminőséggel, és bizony ez némelyiknek az üzemeltetésére rá is nyomta a bélyeget. Mi ezekhez a fontos fejlesztésekhez 100% nemzeti forrásból előfinanszírozott top pluszos keretet igyekszünk biztosítani a gyógyhelyek számára, az aktív és ökoturisztika számára, tehát egy olyan prosperáló ágazat tud tovább fejlődni a Vármegyében,
amire mi gazdasági növekedést tudunk prognosztizálni, hiszen a turizmus, a vendéglátás erősödése, a szolgáltatások színvonalának a megújulása, akár önkormányzati, akár versenyszféráról van szó, ez mind befektetőket vonz és további jobb minőségű munkahelyeknek a betelepülését. És nagyon várom, hogy kicserélődik az infrastruktúrán, kicserélődnek az úthálózataink, akár a közútjaink, akár az önkormányzati útjaink. Nagyon, nagyon komoly, több mint 20 milliárd forintot meghaladó mértékű fejlesztési forrásból tudjuk ezt a hiányosságot orvosolni. Nagyon várom, hogy a 34-es számú főút Fegyvernettől Tiszafüredi teljes egészében megújul, ez a nagykunságot kettészelő legfontosabb kereskedelmi és szolgáltatási útvonal, ami mellett egy kerékpárút is létesül, és így Karcag élőre lesz kötve Berekfürdővel együtt a Tisza-tó térségébe kerékpáros turizmussal, lovas turizmussal, és tengeren is meg lehet közelíteni, éppen még vízen nem lehet megközelíteni innen a Tisza-tavat, de hát arra is vannak útvonalak, meg vannak elképzelések. Nagyon várom, hogy az öntözési hiányosságokat le fogjuk tudni küzdeni. A vármegyei öntözésfejlesztési stratégiát meg fogjuk tudni valósítani, ezzel több mint 220 ezer hektár tudunk berendezni újra öntözésre a vármegyébe, aminek a felét meg is fogjuk tudni öntözni minden évben, hiszen csak Jászlóskun-Szolnok vármegye többet öntöz, mint az ország másik 18 megyéje összesen. És ez egy nagyon fontos tény, hogy mi itt a lavóra alján ki vagyunk szolgáltatva a víz többletének és a hiányának is, és ezekkel ezeknek a károknak a felszámolása vagy enyhítésével örökös teendünk lesz az idők végezetéig, ez nem fog megbékélni, soha nem lesz nyugvó pont, minden év és minden szezon és minden évszak más és más lesz. Én nagyon bízom benne, hogy a települések közötti kohézió tovább erősödik, akár a szakképzés, akár a munkahelyek révén, akár családok egyesítése révén, akár a fiataljaink hazahívása és visszatelepedése, a perspektíva biztosítása révén. És nagyon várom azt, hogy mondjuk 2035-re a vármegye székhely ki tudja vinni magának Európa kulturális fővárosa címet, hiszen Szolnok ezért síkra száll, és ebben mi a nagykunság részéről, a Tisza-tó térségéből rendkívüli erőt tudunk biztosítani Szolnoknak, hogy akár a néptánc, néphagyományok, akár a hungarikumaink, a kulturális örökségünk, akár épített, akár a hagyományainkban élő kulturális örökség, és az aktív és ökoturisztikai attrakciók, amik szintén magukkal hozzák a kulturális egységnek és a kulturális információ és tudásátadásnak a lehetőségét. Az ezt őrző értékközösségeknek a megerősödését várom, az hagyományőrző egyesületeinek, akár a néptánc, akár a népdal, akár a kunhímzés, akár a legénybot készítés, akár a fafaragás, akár a birkapörkölt főzésének a hagyománya, vagy a tiszai halászlé, minden itt kell, hogy maradjon a porondon, és ezekkel a vármegye kulturális életét öregbítettük eddig is, és hogyha Szolnok lesz az Európa kulturális fővárosa, mert hogy ha lehetett Veszprém, ugyanaz Szolnok is képes nyújtani azt a szolgáltatási színvonalat, akár megnézhetjük a Szigligeti Színházat, a kulturális létesítményeinket, a művelődési házainkat, a fesztiváljainkat, a rendezvényeinket, ezzel mind méltóvá tette magát a vármegye, hogy fölkerüljön Európa porondjára, és kulturális értelemben kivívja magának a közmegbecsülést és a fővárosi rangot. Ehhez is várom, hogy 10 éven belül minden feltétel adott lesz, és tovább tudjuk segíteni a folyamatokat, mint hogy azt is nagyon várom, hogy az a fajta társadalmi kohézió, ami a nagykunságot és nagykunságban élőket immár közel 800 esztendeje itt a Kárpát-medence szívében, az Alföld szívében megtartotta. Ez a társadalmi kohézió, ez a szociális együttműködési hajlandóság, ez a térlátás, ez tovább erősödik. És mi egyre inkább egymásba kapaszkodva közösen tudjuk keresni a jövő összes kihívására a kiutat, önellátóvá tudunk válni nagyon sok mindenből, élelmiszerből, energiából, akár a munkahelyek további fejlesztéséből, és egy olyan kínálatot tudunk biztosítani, egyedülálló, Európában is, de a világon is a pályát ritkítja a Tisza-tó közelségének köszönhetően, a gyógyhelyének, gyógyfürdőinek köszönhetően, és ezt minél nagyobb számban, minél nagyobb mértékben vegyék igénybe a helyiek is, hiszen ha mi nem értékeljük a saját turisztikai attrakcióinkat, nem értékeljük a saját gyógyhelyeinket, a saját
aktív kínálatunkat, vagy nem váltunk egy aktívabb életmódra, futás, kerékpározás, evezés, séta, kutyasétáltatás, tehát nagyon sok minden, ami a lelki és fizikai egészségünkhöz szükséges, hogy mi is minél többször éljünk ezzel, legyünk egészségesebbek. Ne feltétlenül csak az egészségügyi ellátórendszer aktuális minőségétől függjön az egészségünk állapota, hanem előzzük meg a legtöbb betegség megelőzhető étrenddel, életmóddal, és azzal, hogy a lelkünket, a fejünket is arra hangoljuk, hogy egészségesebben szeretnénk élni, és a gyermekeinket is neveljük erre. Én nagyon bízom abban, hogy az én 4 gyermekem is itt fog élni a térségben, itt szeretne majd megélni, itt szeretne majd letelepedni, családot alapítani, és továbbra is a szülőföldjükben látják majd azt, hogy itthon, otthon vannak, és nem kell félniük attól, hogy bárki kiszorítja őket, akár a munkaerőpiacról, akár a gazdaságból, hanem a saját tehetségüknek köszönhetően ők is megtalálják a helyüket. Ezt várom minden karcagi, minden nagykunsági, minden Tiszató térségi és minden Jászlekun Szolnok vármegyei családba, hogy ugyanezek az élmények, ugyanezek a családokat összetartó erők, ezek mindenhol meg tudnak jelenni és meg tudják tartani a térséget is és a fiataljainkat. Tehát mire 800 éves lesz a nagykunság nagykunok általi betelepítése, addigra azt várom, hogy ez minden családban kikristályosodik, és nagyjából 2032-2033-ra ezeket a hagyományokat úgy tudjuk majd feleleveníteni, tehát nagyjából 10 évvel ezután, mint hogyha mindig is ezek szerint szerettek volna a nagykunok élni a nagykunságban, a jászok a jásságban, és most már, hogy van szolnoki identitás, és a szolnokiak is Szolnok térségében. Elnök úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!